Köszöntöm nézőinket, Önök a Heti Krónikát látják. A Jazz Serum is fellép a városnapokon. A zenekar vezetőjével, Török Péterrel beszélgettünk. Köszöntöm nézőinket! Vendégeink Török Péter és Varga József, a Jazz Serum új formációnak a tagjai. Kezdjük talán azzal, hogy ez egy viszonylag fiatal formáció. Hogyan és miképpen alakult a Jazz Serum? Köszöntöm a közönséget és a nézőket, szevasztok! Én már a 70-es évek végén szerettem volna egy ilyen jazzhez kapcsolódó jazzrockost, inkább maradjunk ennél a műfajnál, zenekart megalapítani. Jött a rally, és akkor a zenélésnek vége szakadt. Addig én a Emerson, Lake & Palmer és a Weather Report, ez a két zenekar volt a kedvencem. De mivel akkor mi nagyon kezdők voltunk, én most is kezdő vagyok, nem nagyon tudtunk még ilyen zenéket játszani, csak szerettük és hallgattuk. Visszatérve igazából a kérdésedre, ez a zenekar szeptemberben lesz egy éves, de hát a gazdasági válságnak is köszönhető meg ahhoz, hogy nem vagyunk eléggé aktívak, nem vagyunk elég erőszakosak, és nem zörgetünk be mindenhova, hogy most szeretnénk játszani. Várjuk azt, hogy elinduljon itt valami normálisan, úgy néz ki, hogy el is indult, van mögöttünk egy klasszikus menedzsment, külföldi fellépések, magyar fellépéseke, és ez a formáció, tényleg mondom, szeptemberben lesz egy éves. És hány tagja van a Jazz Serumnak? Hatan vagyunk a zenekarban, ez a szokásos szaxofon, dob, szólógitár, billentyű, basszusgitár, konga, és van egy énekesünk, Kalmusz József. És a repertoár az főképpen milyen számokból áll? Kiválogatja össze a dalokat, kiválogatja ki, hogy mit játszotok? Én vagyok a zenekarnak a koordinátora, nem vezetője, koordinátora. És körtelefon, összejövünk, belehallgatunk, és akkor na, legyen ez a szám. De mi nem idegen tollakkal ékeskedünk, hanem mint van egy Richard Strauss szerzemény, azt feldolgozzuk, és akkor ezt játsszuk. És ti hogyan ismerkedtetek meg? Tehát a kapcsolatotok az milyen régre nyúlik vissza? Hol találkoztatok? Nagyon régi. Mondhatom én? Kérlek. De aztán majd ő is hagy válaszoljon, mert ne csak itt üdögéljen, akkor nem kap fizetést. Tehát az van, hogy van egy másik formáció is, ez az Ice Cream Blues Band, és mikor ezt én kitaláltam, jó, sok évvel ezelőtt, akkor a Józsi volt az a szólógitáros, akit megkerestem, hogy Józsi, gyere hozzánk gitározni. Egy ilyen próbára össze is jöttünk, csak a Józsinak akkor bejött egy külföldi hosszú fellépés, és akkor elment a hazánkból. És én akkor azt a zenekart azért megalapítottam, létrehoztam. Ez egy Cream, Eric Clapton, ilyen zenéket játszunk, országban legtöbb Creamet mi játszuk, és akkor ez egy jó kis zenekar, de emellé nagyon-nagyon akartam, viszkedett a tenyerem, hogy más is legyen, és akkor meg lett ez a zenekar, de tényleg kérdezt tőlem el mást akkor. Így volt. Engem az érdekelne, hogy abban a zenekarnak a keretei között nem lehetett volna megvalósítani ezt a fajta zenei stílus, tehát ehhez egy külön zenekar kellett? És most akkor most párhuzamosan fut a kettő? Vagy ez mi volt nagyon, a legfőbb indok? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, megint én nekem kell válaszolni, de sokat gondolkoztam, sok álmatlan éjszakám volt, de ország legjobb zenészeivel ebben a bluesos világban, Török Ádám, Muk Feri, szaxofon, Felkai Miklós, Németh Károly, kitűnő billentyűs, és egy nagyon jó dobos, Fodor Dávid, ez az Ice Cream Blues Band, hogy ővelük, de aztán azt mondtam, hogy nem. Azt mondta nekem egy közeli jó barátom, aki szintén zenész, hogy Péter, egy nagyon jó csapatot létrehoztál, megalapítottál, és ebben a műfajban keresd, ebből a műfajból a nagyon-nagyon jókat. És akkor hagyd mutassam be a zenekart. Egy kántor, Magi Krisztián, aki az orgona és a Hammondnak a szerelmese.
Bartók Máté, fiatal tehetség, iszonyú jól szaxofonozik a kisrác. Hála Isten Korfuról hazajött véglegesen a dobosunk, Juhász János. Egy fantasztikus. A metronóm az hozzá képest, az kutyafüle, olyan pontos a srác. Van egy jó kongásunk, a glancpapa. Van egy fantasztikus hang, a Karmusz Józsi. Én kihasználom a Józsinak a jó hangterjedelmét, ami ehhez a műfajhoz kell. És van egy virtuóz gitárosunk a Varga Józsi személyébe. És jó maga meg a basszusot elpróbálok szépen. Hogyan jött a gitár? Tehát miért éppen a gitár, mint hangszer? Ja, egyértelmű volt. Húros hangszer. Hát van a gitár, meg van az összes többi hangszer, és azok azért vannak, hogy a gitárost kísérjek, úgyhogy emellett döntöttem. És milyen a zenekarban az összhang, milyen együtt játszani? Hát ez a zenekar, ez szerelem. Gyakorlatilag itt improvizatív zene van, amit dobálunk egymásnak, tehát ilyen csoda. Szeretjük egymást. Sok fellépés van? Tehát sok felé hívnak titeket? Rengeteg. Rengeteg fellépés van. Nem, egyelőre kevés. De viszont most, amiért itt ülünk, lesz egy fellépés a Városnapokon. Mire számíthatott a közönség? Nagyon sokat vitatkoztunk zenekarok, hogy mi legyen a sorrend. Ugye én csak az utolsó három zenekarról beszélek. A CAFB, rock együttes, 20 éves zenekar, nekem nagyon-nagyon jó barátaim, rengeteget segítenek a mi zenekar életünkbe, ugye a Sütő Lajos nekünk a hang mérnökünk. A basszusgitáros, a Tibike, ő nekem olyan, mint a fiam lenne. Ő a ródunk. És amúgy nagyon jó barátom is ráadásul a Tibike. A Zanzibárról nincsen semmilyen véleményem, mert egy menő zenekar, ott a helyük, ahol vannak. Én szerettem volna közvetlen Zanzibár előtt lenni, és akkor azt mondták, buta vagy, Peti, berakod két rock együttes közé a fejedet. Mondom, nagyképű vagány vagyok, azt mondom, hogy természetesen beteszem, hát most nem gitárpárbajról van szó, hanem arról, hogy a közönség jól érezze magát. És akkor jött az, hogy mi fogunk kezdeni, és ez nagyon-nagyon klassz dolog, elmondom miért. 4 órakor a város tortáját felosszák a vendégek között. Ez egy fantasztikus nagy dolog, és utána 5:30-kor mi fölmegyük a színpadra, és nagyon gyorsan összepakolunk, és egyet ott próbálunk, vagy egy hangbeállás lesz. 5 órakor pedig kezdődik az igazi zene, tehát torta jazzérummal. Ez egy szlogennek is, hogy nekem reklámos a szakmám, tehát rögtön láttam, hogy hoppá, ez egy nagyon jó fogockodó. Hát kapaszkodjon mindenki, hétfőtől tele lesz az ország ezekkel a plakátokkal, külön plakátot csinálunk erre a 55 percre, és erre a műsorra, mert torta jazzérummal, ez nagyon-nagyon jól hangzik. A számok címeit nem akarom elmondani, nem akarom elsütni a poén, de én arra kérem a közönséget, hogy ott nagyon-nagyon legyenek ott 5 óra, 0-0-kor, mint egy verseny, autóversenynek a rajtja, úgy másodperc pontosan fogunk kezdeni, és ismert dallamok fognak a közönség előtt lenni, és azokat fogunk játszani. Lesz ott nagyon-nagyon jó műsor, remélem, hogy fog tetszeni. Nem, Isten igazából nagyon-nagyon ragaszkodunk most a jazzrockhoz, de azért a műfajt ott meg fogjuk mutatni egy kicsit, a műfajnak a két végletét, és közte azt a világot, amit mi nagyon-nagyon szeretünk, és amiért mi összeállt ez a zenekar. Tehát akkor szeptember 14-én mindenkinek ajánljuk torta és jazzérum. Budakalász. Budakalászon. Faluház, Kós Károly Művelési Központ. Drukkoljunk, hogy jó idő lesz, mert annak kell lenni egy ilyen fesztiválon. Azt hiszem 2:00-kor kezdődik amúgy a rendes nagy rendezvény. Kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek. Nagyon-nagyon jó a büfé. A büfé a szentendrei, tehát Szentendréről jön oda a büfé, ami ott a faluháznak állandó büféje. Józsi hatalmasakat fog szólózni, tehát készüljenek föl az emberek, hogy lesz itt móka kacagás a színpadon is, meg lent is, és tapsoljatok nagyon, hogyha tetszik a zenénk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Ezüstéremmel tért haza a strand kézilabda válogatott a legutóbbi világjátékokról. A csapat egyik tagjával, Fekete Bozsanával beszélgettünk.
Köszöntöm a nézőket, és szeretettel köszöntöm vendégemet a stúdióba, Fekete Bozsanát, a kézilabdást, és először talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy is indult a sportpályafutásod, Bozsán. Mikor kerültél kapcsolatba a kézilabdával? Egyáltalán ez volt-e az első sport, amit kipróbáltál fiatalon? Jó napot kívánok! Hát általános iskolában találkoztam először a kézilabdával. A testnevelő tanáraim, Hajdu Marika néni és Gábor bácsinál. Igazából kiskoromban úsztam, meg tornáztam, de hát az úszást nem annyira szerettem, hogy fáztam nagyon, meg egyéni sport, meg monoton. És ugye a kézilabdát az általános iskolában olyan 6.-7. osztályos koromban kezdtem el, és nagyon megtetszett, hogy ugye ott is futás, labdajáték, mindig pörög a játék, nem ugyanazt csinálom folyamatosan, és onnantól kezdve, és amikor elkezdtem gimibe járni, onnantól kezdtem komolyabban kézilabdázni. És ez mikor derült ki, hogy tehetséged is van hozzá, és hogy ez az a sport, ami a számodra megfelelő? Hát igazából, amikor az ASSI-ba kerültem, Angyalföldi Sportiskolába, Komjáti Zsuzsa nénihez, onnantól kezdett úgymond tényleg kijönni, hogy én ezt szeretném csinálni, és hogy profi kézilabdás szeretnék lenni. És hogy nem hobbiból járok le edzeni, vagy azért, mert csak tetszik, hanem tényleg ezt akarom csinálni felnőtt koromban is. És szerinted mi szükséges ahhoz, ezt így a mai fiataloknak, kortársaidnak is üzenve, hogy valaki élsportoló, profi sportoló tudjon lenni? Tehát nyilván a tehetség az egy dolog, tehát az engedhetetlen hozzá, de azt gondolom, hogy azért sok más egyéb tulajdonság is szükséges. Hát a tehetség most azért eltörpül, mert ha nincs kitartásod, meg akaraterőd, akkor hiába vagy tehetséges, ha nem mész le edzeni, mert úgy vagy vele, hogy inkább elmész a haverokkal bulizni, vagy akár szórakozni, vagy lóksz, mert nincs kedved. Hát tényleg az, hogy elhatározás. Aki komoly sportoló szeretne lenni, szerintem az elhatározás a legfontosabb, hogy igen, akkor is le kell menni edzeni, amikor nincs kedvem, vagy épp fáradt vagyok, és inkább jobb lenne 11-ig aludni, mint hogy 9-re ott lenni, és futni kell. Ilyen egy például egy Margit-sziget kört. Szóval, hogy inkább ezen múlik. És most jelenleg melyik csapatban játszol? A Budapest MTK-ban játszom teremkézilabdát, ugye a Szentendrei csapat a strandkézilabda, és a válogatott a strandkézilabda csapat. Igen, és ha ezt már említetted, ugye, hát most gratulálni szeretnék, ugye az EB aranyéremhez strandkézilabdában, és a világjátékokon pedig ezüstérmet szereztetek. Köszönöm szépen. Hogy érezted magad ezeken a nemzetközi versenyeken? Hát nagyon jó. Hát nem lehet így elmondani, hogy ugye azt meg kell élni, hogy tényleg ott vagyunk meg, hogy pláne aranyérmesek lettünk, meg egy világjátékokon második helyezett, az nagyon szép. Meg, hogy ugye női csapat még a strandkézilabdában egyszer jutott ki világjátékokra. Ha jól tudom, ott második helyezettek lettek, de ugye több mint, nem akarok rosszat mondani, de 4-8 éve talán. Szóval hogy ugye az is 4 évente rendezik. Szóval 8 éve, vagy 12. És ha így visszaemlékszel akár a világjátékokra, akár az EB-re most, mi volt számodra a legemlékezetesebb élmény? Hát az hát ugye a döntő, az ugye elég emlékezetes mind a kettőbe. Ugye az Európa bajnokságon, hát hogy megnyertük, azért az elég jó. A világjátékokon meg úgy szinte, attól, hogy másodikok lettünk, az is nagyon jó helyezés. Ugye a meccs után szomorúak voltunk, de rá egy hétre már úgy jöttünk, két-három napra már tényleg megünnepelve ünnepeltünk, boldogok voltunk, szóval nem is foglalkoztunk azzal, hogy másodikok lettünk, hanem hogy ugye egy jó eredmény. És pláne, hogy ugye nem is kellett sok hozzá, hogy a brazilokat legyőzzétek, hiszen ha jól tudom, szétlövésben sikerült csak nekik a végén megszerezni az aranyérmet, tehát igazán csak egy hajszálon múlott talán, hogy nem lett tiétek az aranyérem. Ez szerinted miért volt? Talán rutinosabbak a brazilok, felkészültebbek voltak, vagy ti elfáradtatok már az EB után? Hát és... szerintem mi egy kicsit fáradtabbak is voltunk, mert ugye a második nagy versenyünk volt, és az is benne van, hogy a brazilok egész évben ezt a játékot űzik. Szóval nekik a strandkézilabda, meg a teremkézilabda, az külön van. Szóval, hogy van egy strandkézilabda, aki strandkézizik, az csinálja egész évben, aki teremkézilabdázik, az meg azt csinálja. Szóval, hogy külön választják, és hogy tényleg inkább rutinosabb
bak voltak annyival, hogy azt a még 2-3 percet, ugye amikor tényleg ott kell lenni, és hogy be kell lenni a szétlövést, ők jobban teljesítettek. Tehát, hogy fejben jobban voltak ott, igen. Felkészültebbek. És ha már ezt így említetted, akkor igazából mi a különbség? Hát nyilván nagyon sok különbség van a strandkézilabda és a teremkézilabda között. De te hogy érzed azt, hogy azért megéri számodra mondjuk a strandkézilabda válogatott tagjának is lenni? Tehát arra akarok kiukadni, hogy nem beszélsz túl sok energiát el tőled abból, hogy a teremkézilabdában teljesíteni tud jobban, vagy esetleg inkább pont fordítva van, mint ahogy én gondolom, és hozzátesz a játékhoz. Hát ugye a pihenőidőnkből veszi el a strandkézilabda, mert ugye azt nyáron csináljuk, amikor a teremkézilabda pihenőidőnk van. De ugye, hogy azért egy Európa-bajnokság, meg egy világjátékok, főleg úgy, hogy éremmel térünk haza, az pozitív dolog, és úgy jövünk haza, hogy föl vagyunk töltődve, mert igen, megérte a munkánk, és megcsináltuk azt, amit elvártak, vagy elvártunk magunktól. Hát így, hogy jó vagy nem jó, inkább azt mondom, hogy jó, mert azért ott egy aranyérem, ott van a tapasztalat, azt, hogy ott voltam, végigcsináltam, tudom, mire vagyok képes, és utána új lendülettel kezdődik az év. És ha választanod kellene esetleg a kettő közül, mert ugye hát tervezik, hogy a strandkézilabda is olimpiai sportág lesz, azt szeretnék elérni. Tehát, hogy ha netalántán egyszer oda kerülnél, vagy a kettő között választanod kelljen, melyik az a teremkézilabda inkább, vagy a strandkézi, ami közelebb áll a szívedhez? Hát ezt így elég nehéz megmondani, mert nagyon szeretnék bekerülni ugye a teremkézilabdába, a felnőtt csapatba, mint válogatottként. Van egy úgy ismerősöm, hogy strandkézilabdás, dán férfi válogatott strandkézilabdában és teremkézilabdában is egyaránt. Szóval inkább úgy gondolom, hogy meg lehet oldani a kettőt egymás mellett. Persze, hogyha mind a kettő ott van az olimpián, akkor nem tudom, így nem tudom megválaszolni, meg nem is akarom, mert még ugye nem vagyok ott, de ugye eltér, ugye a nyáron van a strandkézi Európa-bajnokság, ugye téli időszakban van a teremkézilabda, szóval össze lehet hozni, ha annyira akarod, és csinálni szeretnéd mind a kettőt. Csak az edzőkkel kell úgy egyeztetni a dolgokat. És most jelenleg egyébként, hát ugye a strandkézinek most vége van a szezonnak, de ugye kezdődött a teremkézilabda, hogy jelenleg mennyi időt veszel a napjaidból, a hetedből, tehát hogy néz ki egy de hogy vannak edzéseid? Hát napi két edzésünk van. Ugye a meccstől függ, mert már a meccs előtti két napban csak egyet edzünk, hogy így rápihenjünk a meccsre. Általában azért 7-8 edzésünk van egy héten. Hát elveszi a napomat, de ugye ez a foglalkozás, a meccs csinálom. Hogy mellette még tanulok, arra van időm, meg is szeretném csinálni az iskolát, meg kell oldani. És mennyire vagy elégedett a csapat őszi fordulóban elért eredményeivel? Hát elégedett vagyok, mert újoncként kerültünk oda. De sajnos ugye kiestünk, ugye utolsóként végeztünk a bajnokságba, ami nem jó, mert előrébb szerettünk volna, szóval hogy az eredmény az lehetett volna jobb is. De hogyha úgy nézzük, akkor tapasztalatot gyűjtöttünk egész évbe, belekerültünk ugye az NB1-be, tudjuk most már, hogy megy, miként működik, milyen csapatok ellen játszunk, és kik ellen játszunk. És milyen hogy értékeled az NB1-es mezőnyt ma Magyarországon? Hát erősek. Jóval, nagyon nagy szakadék van az NB1-B és az NB1 között. És még az NB1-en belül is szakadékok vannak, mert ugye ott van a Győr, Fradi, Érd, és akkor utána jön a megint a középmezőny, ott is kisebb szakadék van, és utána még ugye a 8. hely után. Szóval, de most ugye sokan jobb mentek át csapatokból játékosok. Hát a mostani idényt majd meglátjuk, hogy alakul. És mi a cél az idei idényben? Hát bent maradni az NB1-be, és 5. hely. Hogy minél előrébb végezni. És tehát akkor a távolabbi terveid között is a kézilabda szerepel, tehát már említetted, igen, hogy ugye nagyon szeretnél, ha akár mind a két szintéren, strandkézibe vagy teremkézibe is válogatott tudnál lenni, és hát ugye ez támasztja alá az is, ahol jelenleg a tanulmányaidat folytatod a testnevelési főiskolán. Itt milyen szakra jársz? Testnevelőedzői szakra járok. És második éves vagyok.
Hát nehéz. Most idén úgy néz ki, hogy átkerülök levelezőre, mert csak így tudom komolyan folytatni a kézilabdát. Eddig úgy oldottam meg, hogy egyéni tanrendes voltam, meg a tanárokkal ugye egyénileg meg kellett beszélnem, hogy melyik óráról hiányozhatok, vagy melyikről nem. Meg azzal, hogy van ilyen 50%-os hiányzás ugye a válogatottság miatt, szóval ennyi engedményt kaptunk, hogy ne kelljen minden héten, vagy minden órán ott lenni. És hogy érzed, hogy neked személy szerint miben kell még fejlődnöd, mik azok a képességek, amik fejleszthetők, és amin dolgozol esetleg jelenleg is? Hát nagyon sok mindenet. Ugye nincs, úgymond, nincs határ. Bármikor bármit lehet tanulni bárkitől. Hát szeretnék ugye az NB1-es mezőnybe egy alapjátékos lenni, aki megállja a helyét, és ott van, és akire mindig figyelni kell egy meccsen. Hát ugye az edzők látják, hogy épp adott pillanatban mi kell, vagy mi hiányzik, amit ugye fejleszteni kell. Remélem segítik, és akkor úgy fejlődni is fogok. És ugye mivel a strandkézi válogatott révén azért megismerted valamennyire a nemzetközi mezőnyt is, szerinted itt Magyarországon mi szükséges ahhoz, hogy hát ugye azért elég jó helyen szerepelünk a világban, a kézilabdában, teremkézilabdában is, de mi lenne szükséges még ahhoz, hogy tényleg utol tudjuk érni a külföldi, nyugat-európai, vagy netán az egyéb más országok versenyzőit a sportágban? Hát ez nehéz így megmondani, mert ugye azt nem látjuk, hogy ott mi, hogy edzenek, hogy működik. Ugye lehet hallani híreket, hogy nálunk van pszichológiai felkészítés egy meccsre, hogy ott van velük ugye a pszichológus, és ugye elmondja meg. Például hallottam ilyet is, hogy a norvégoknál például egy világversenyre úgy mentek a játékosok, hogy előbb megnézte egy pszichológus őket, és egy tesztet végzett rajtuk, és aki ugye átment, vagy megfelelt mentálisan, az mehetett a versenyre. Majd annyira, aki már válogatott, és ugye a bőkeretben benne van, ott annyira hasonlóak a játékosok, hogy tényleg ez a minimális, hogy mentálisan és fejben, hogy ott van pont abban az időben, és nincs olyan külső inger, vagy külső dolog, ami elvetné ugye a figyelmét, hogy ezeken múlik leginkább. Mert ugye a válogatottságban már úgy kerülsz be, hogy ugye ott vagy tényleg, hogy fizikálisan, tudás szerint a legjobb vagy. Csak ezek a kis apró dolgok. És úgy a körülmények, az edzés körülményei? Szerintem azt itthon is meg tudjuk oldani, mint például kint külföldön. Lehet, hogy nehezebben, de aki akarja, az megoldja. Jó, hát köszönöm szépen, és hát ugye mivel a Budakalász TV-ben vagyunk, azért egy kicsit beszéljünk erről a városról is, hogy hát még ugye mindig itt élsz Budakalászon. Hogy szereted magad, szereted-e ezt a várost, jól érzed-e itt magad? Nagyon szeretek itthon lenni, nagyon szeretem Kalászt. Ugye Pesthez közel van, ugye ahol edzem, Tromos pályán ahhoz is közel van, és ugye mégse Pesten élek, szóval nem abban a rohanós életben, hanem haza tudok jönni egy kicsit megnyugodni, és igen, az itthoni körülmények azért mégis jobban meg otthon lenni a családdal, mint hogy egyedül lakni Pesten. Biztos. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok a pályafutásodon. Köszönöm szépen. Kiírták a közbeszerzést, a kivitelezőt keresik a bölcsődei beruházáshoz. A tervek szerint jövő év szeptemberére készül el az új intézmény. Egyelőre csak az üres telek jelzi, hogy itt már megvan a helye az új bölcsődének. A konkrét munkálatok még idén megindulhatnak, ugyanis megkezdődött a kivitelező cég kiválasztása. Jelenleg úgy állunk, hogy pont most zárult le a közbeszerzés előkészítő bizottság, tehát ez azt jelenti, hogy kiírtuk a közbeszerzést, várhatóan október közepére meg lesz a kivitelező cég, és tudunk vele szerződni. Addig is megpróbáljuk előkészíteni a terepet, ami azt jelenti, hogy jelenleg az építkezéshez szükséges idéglenes áram- és vízellátást már megcsináltattuk, és most jön majd az, hogy az óvoda vezetőjével egyeztetve, hogy az óvodának a területét kialakítjuk. Tehát azokat a játékokat, amik ugye a bölcsőde építésénél útba lesznek, azokat áttelepítjük, illetve a kerítést áthelyezzük. A tervek szerint már idén sor kerülhet konkrét munkálatokra. A közbeszerzésnél lesz egy tárgyalási időszak, ahol ezeket a részleteket tudjuk majd beleegyeztetni. Mi úgy reméljük, hogy de hát nyilván ezek időjárás függő, tehát az időjárás tényezőtől függ, de szeretnénk, ha elkezdenék legalább az alapozást. Amennyiben minden a terveknek megfelelően halad, akkor jövő év ősszel átadják az új bölcsődét.
A hagyományoknak megfelelően az első tanítási napon tartották meg a Szent István telepi általános iskola évnyitó rendezvényét. Szeptember 2-án 8 órakor becsengettek, és az iskolákban megkezdődött a 2013-14-es tanév. Az új tanévben lép életbe a köznevelési törvény több pontja is. Elindul a pedagógus életpálya, bevezetik a felmenő rendszerben az erkölcstan, illetve a hittan oktatását. Az általános iskolákban délután 4 óráig foglalkozásokat kell biztosítani. A Szent István telepi általános iskolában több mint 80 elsős kezdi meg az iskolát. Kérem, fogadjuk szeretettel iskolánk új elsőseit! A diákokat Kovács Kristóf Áron igazgató köszöntötte. Kedves gyerekek, kedves szülők, kollégáim, vendégeink! Sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, Ercsényi Tiborné alpolgármester asszonyt, dr. Krepár Tamás alpolgármester urat, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tagjait, tisztviselőit. Köszöntelek titeket, gyerekek, akik nélkül nincs iskola. A nyári szünet első heteiben mindig megdöbbentő, mennyire élettelen az iskola a ti nyüzsgésetek nélkül. A nyári hónapokban azon dolgoztunk, hogy a mai napra az épületek megújulva, tisztán és rendezetten várjanak benneteket. Annak érdekében, hogy minden iskolánkba beiratkozott elsős tanuló itt, e falak között kezdhesse a tanévet, Budakalász város önkormányzatának jelentős anyagi támogatására volt szükség. Így tudtunk a titkárság és az igazgatói iroda átalakításával egy újabb tantermet kialakítani, és az udvari épületben minden elsősnek helyet biztosítani. Igazgatóhelyettes kollégáimmal, Kati nénivel, Rita nénivel, valamint Egri Erzsi nénivel egy időre a villaudvarban kialakított irodába költözünk, ezzel segítve a három első osztály elhelyezését. Az iskolánkat fenntartó Klebelsberg intézmény fenntartó központ is számos felújítási munkálat költségét fedezte. Így lettek kifestve az elsős tantermek, némelyikbe pedig új bútor, tábla is került. Van tanterem, ahol a kopott és töredezett linoleumot, van ahol a tönkrement ajtót, van ahol a rosszul záródó ablakokat tudtuk kicserélni. Budakalász és a fenntartó mellett azonban sokat köszönhetünk a Szent István telepi iskolai alapítványnak és az iskola közösségének is. Kollégáim és egy maroknyi szülő és gyermek alapítványi támogatásból vásárolt festékkel festett ki 5 tantermet és a tanári szobát. Az sem volt kérdéses, hogy a mi iskolánk udvarán a szürke, fakó konténer iroda sem maradhat vidám színek nélkül.
Kedves gyerekek, arra kérlek benneteket, hogy ahogyan 2011. augusztusa óta vigyáztok az iskola színes falaira, úgy óvjátok a most beszerzett bútorokat, festett falakat, ajtót, ablakokat. Sok szeretettel köszöntöm pedagógus kollégáimat is, akiknek tisztes helytállására és derekas munkájára a jelentős változások közepette induló tanévben különösen számítok. Biztosan tudom, hogy idén is megállják helyüket, és miközben az új feladatokhoz és elvárásokhoz alkalmazkodnak, nem tévesztik szem elől legfontosabb célunkat, hogy a ránk bízott gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott és biztonságot adó környezetben gyarapodhassanak emberségben és tudásban. Ennek sikeréhez kívánok minden kollégámnak kitartást és türelmet. Köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, családtagokat, barátokat, akiknek támogatása épp oly fontos az iskola sikeréhez, mint a pedagógus gyermeket értő és érző szavai és tettei, vagy a város, illetve a fenntartó anyagi és szakmai gondoskodása. Szeptember 2-a van, a 2013-2014-es tanév első napja. Fontos ez a nap mindannyiunknak, de egészen biztos, hogy iskolánk 83 kis elsős tanulója számára a legkülönlegesebb. Kedves elsőseink! Ma reggel iskolatáskával a hátatokon indultatok útnak otthonról, pedig szüleitek, mintha tegnap lett volna, úgy emlékeznek arra a napra, amikor az óvodát kezdtétek. Otthoni évek, óvoda, s már is az iskola. Az élet és ami benneteket körülvesz, gyorsan változik. Bár az iskola legtöbbeteknek nem teljesen ismeretlen, mégis sok a rejtély, az izgalom. A sok változás és újdonság közepette biztonságot nyújt nektek a szeretetteljesen mellettetek álló Edit néni, Eszter néni, Zsuzsa néni, Laci bácsi és Andi néni. Képzeljétek, Erzsi néni és Eszter néni tavalyi elsősei egy év alatt kinőtték a padjaikat. A mostani harmadikosok össze már erdei iskolába készülnek. Anci néni és Holcafel Kriszti néni osztálya pedig az alsó tagozat legidősebbjei lettek. Szívből kívánom, hogy ti is hamar megszeressétek az iskolát, érezzétek jól, érezzétek otthon magatokat. Mindig különleges az évkezdés a felső tagozatba lépő ötödikes tanulóknak is. A Zsuzsi nénivel és Edit nénivel töltött évek után ma reggel, igaz nem ismeretlen, mégis új osztályfőnökök fogadtak benneteket. A nem sokára kezetekbe kerülő órarendben pedig új tantárgyak nevét olvashatjátok, s becsengetéskor új tanárok lépnek be az osztálytermetekbe. Kívánom, hogy a felsős években is legyetek szorgalmasak és vidámak. Kedves nyolcadikosok! A tanévzáró ünnepségen a ballagóktól átvettétek az iskola zászlaját. Most ti kezditek az évet nyolcadikosként. Eljött a pályaválasztás jelentőség teljes éve. A tavalyi évvégi és az idei félévi jegyeitek mellett a felvételi vizsgák eredménye, a felelősségteljes iskolaválasztás határozza meg, hol folytatjátok tanulmányaitokat jövőre. Nyolcadikos tanulóink közül minden évben nem egy, a környék legrangosabb középiskoláiban folytatja tanulmányait. Ehhez azonban az elszántság és szorgalom mellett kell az önmagatokba vetett hit is. Tanuljatok lelkiismeretesen, választhatok tudatosan. A hetedikeseknek legyetek jó példa. Utolsó Szent István telepi évetekhez sok sikert kívánok. Végezetül idén is azt kívánom mindannyiunknak, hogy közös munkával, egymást támogatva érjünk el újabb, szép eredményeket, és hogy a közös munka közben is tudjunk időt szakítani arra, hogy egymásra mosolyogjunk ebben az induló 2013-2014-es évben. A diákok verssel, énekkel is készültek, a harmadikosok Babszem Jankó jó kívánságait mondták el. Babszem Jankó jó tanácsai az új esztendőre. Első tanács, hogyan menjünk iskolába? Természetesen úgy, hogy lábunk alsó végét, azaz a talpunkat a járdára helyezzük. Járás közben feltétlen váltsuk a lábunkat. Egyszer a jobb lábunkat emeljük fel, másszor a bal. Ne hátrafelé lépegessünk, hanem előre. Aki hátrafelé megy, az hazaér. Ha az iskola a sarkon túl el, kanyarodjunk be. Ne ugráljunk felébb módjára két lábon egyszerre, mert könnyen elraphatjuk a nyelvünket, és ez fölöttébb kellemetlen lenne. Második tanács,
Hogyan hallgassuk a tanítónkat? Tisztára mosott füllel, mosatlan füllel mindent fordítva hallanánk, és így aztán mindent fordítva tudnánk. Életünk végig azt hihetnénk, hogy Ausztrália egy ritka növény, a televízió pedig egy veszedelmes betegség. Harmadik tanács, mit felejthetünk otthon? Egyet és más, sose felejtsük otthon. A legborzasztóbb, ha 10 óráinkat felejtsük otthon, mert akkor a tanítás végéig éheznünk kell, és elmaradunk a növekedésben, fejlődésben, és korogni fog a gyomrunk, ezzel pedig a többieket is megzavarjuk a tudomány elsajátításában. De a füzeteket se felejtsük otthon, és a tankönyveket és a tollat se. De nyugodtan otthon felejthetjük eleven zsiráfunkat és kitömött óriáskígyónkat, mert az efélén még soha semmiféle tanító, soha semmiféle tanulótól nem kérte számon. Negyedik tanács, hogyan érjünk a füzetbe? Kiparkodjunk, hogy mindig a kezünkkel érjünk a füzetbe. A tollat sose szorítsuk a fogunk közé, mert könnyen lenyelhetnénk, ez pedig vakvérgyulladást okozhatna. Arra is vigyázzunk, hogy mindig szépen írjunk, különben írásunkat bárki könnyen összetéveszhetné a mosókoporással, és azt hinné, hogy Csizmás Kondor iskolájába járunk. Ötödik tanács, hogyan olvassunk az olvasókönyvből? Lehetőleg azt olvassuk, ami a könyvben van írva. A kisebb tanulók számára ugyan még engedélyezhető néhány apró olvasási hibát. Például, ha a sors helyett azt olvassuk, hogy vas, még nem dől össze a világ. De ha történetesen a sors helyett azt olvassuk, hogy szamár, még a szomszédék kutyája és csacsinak néz meg bennünket. Hatodik tanács, hogyan szerezhetünk csupa kitűnő osztályzatot? Egyszerűen úgy, hogy a tanítónénénk csupa kitűnőt írjon a bizonyítványunkba. Ennek az a módja, hogy olyan tanítónénire tegyünk szert, aki csak kitűnőket tud írni. Ezek az én jó tanácsaim az új esztendőre. Remélem mind az iskolában, mind pedig otthon nagyszerű hasznát veszitek. A köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint a tanévet összesen 1.364.000 diák kezdi meg, ebből 773.000-en általános iskolában. Kedves nézőink, a folytatásban a Szent István telepi általános iskola évnyitó rendezvényét vetítjük, majd Pártai Lúciával láthatnak beszélgetést, ezt követően pedig a pedagógus napi rendezvényt és a Szent István park megnyitóját vetítjük. Adásunk végén a megyei híreket láthatják. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!